Két vármegyében is károkat okozott a vihar, kevés barack termett. Szúnyogírtás a Bátszalókon, stúdiónk vendége volt Horváth Tóth Éva írónő. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 24-én 18 óra 5 perckor. Vármegyénket és Hajdúbihart sem kímélte az augusztusi vihar. Sok riasztást kaptak a tűzoltók Hajdúbihar vármegyében a viharos időjárás miatt. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és az erős szél jelentős károkat okozott, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Azt írták, Debrecenben és Püspökladányban fák és oszlopok dőltek ki, faágak szakadtak le, háztetők rongálódtak meg. Tegnap én munka után elmentem a helyi üzletbe vásárolni, és akkor kapott el a vihar, amikor pedig jöttem volna ki, akkor innen nem messze a tetőről. Igazából egy nagy medencényi víz úgy tűnt zuhant lefele, ami olyan szinten még a szél is megfújt, hogy egyszerűen légszomjat kaptam, és úgy engedtek vissza az üzletbe, hogy be tudjak menni. Aztán egy pár percet vártam, és utána ki tudtunk jönni. Itt végig foly az úton, illetve itt a közterületen is állt a víz. Több fa rásett az autóra, kicsavart. Én elmentem a vihar után sétálni, egyet hatalmas károkat okozott. A tűzoltók egész kora este, 9 óráig, a láncfűrészek, a szirének, szóval egész éjszaka ez ment, és ma ugyanígy folytatták ezt az egészet itt a főtéren. Az utcákon hömpölygött az esővíz, pincékbe, garázsokba, néhol udvarokba és lakásokba is betört, mert az árkok és a szennyvíz csatornák nem tudták elnyelni a vizet. Hatalmas ilyen gömbszerűség jött, nagyon beborult felettünk, és én is megijedtem, mert az Őrpa utcában vagyok, mint alvélő, És mikor ott voltam, nálunk nagyot pukkant, egy hatalmas nagy pukkanás volt, egy nem is tudom, hogy gömbvillám vagy valami, ilyen villámcsapás volt. De itt a lakótömbbe fákat döntött. Akkor a Őrpa utcán, akkor a Kis Ferenc utcán, itt a Kirzsa mellett, akkor mellett a minek mondják már ezt hirtelen, Podrász szalon előtt, minden előtt az ekkora fákat gyökerestő vittek kifele. Nagyon rossz idő volt, és mindenki félt. Debrecenben az autóbuszok és a villamosok egy ideig nem tudtak közlekedni az úttestet elborító víz miatt. A károk felszámolásán Debrecen és más települések tűzoltói is dolgoznak. A Déri Múzeumban, amelynek pincéjébe az utcáról tört be a víz, a karcagi hivatásos tűzoltók szivattyúztak, mentve az értékeket. A vérellátó állomás helyiségeiben fél méter magasan állt a víz, majd elszivárgott, mire a tűzoltók kiérkeztek. A vármegye országútjain kidőlt fák és leszaggatott gajak jelezték a vihar útját. Sáránd és Derecske között a 47-es főútra dőlt ki egy nagy fa, és faágak nehezítették a közlekedést Hajdúszoboszló külterületén, a régi 4-es főúton, valamint a Hajdúszobát és Debrecen közötti úton, ismertette közleményében a katasztrófa védelem. Barack szempontból nem lesz jó év az idei év sem. Tavaly az aszály, most a hideg, csapadékos tavasz ritkította a termést. A nyári viharok, felhőszakadások pedig tovább rontottak a helyzeten. Egyes szakértők szerint az idei termés még a hazai feldolgozó ipari igényeket sem fogja tudni kielégíteni. Szerintem nagyon kevés van. Szerintem is kevés van. Kevés biztos drága. Az időjárás miatt. Kevés és drága. Ilyet is tapasztaltak azok, akik a múlt héten a hajdúszoboszlói piacon akartak barackot vásárolni. Egy kicsit drágák, de finomak, most meg is kóstoltam. Elsősorban a fagykárok miatt még a tavainál is gyengébb termés várható. A tavalyi aszály, az idei fagy és az utána következő hűvös csapadékos idő meghatározták, hogy rendkívül kevés az idei termés, kis mennyiségű és a minőség sem biztos, hogy tökéletes lesz. Ha megnézzük ezeket a fákat, itt tavaly még volt úgymond termés, tavaly előtt pedig rendesen piroslottak a barackok, hát idén úgy kell keresgélni egy-két szemet.
ezeknek a fáknak a nagy része megérezte a tavalyi rendkívüli időjárást, de bizakodtunk, hogy ha idén jó lesz a tavasz, és lesz csapadék, akkor lesz remény. Már a húsvéti fagyok megmutatták, hogy idén sem lesz egyszerűbb a helyzet, és utána rendkívül hideg és csapadékos idő olyan betegségeknek kedvezett, amit nem lehetett megfogni, nem lehetett időben védekezni, virágzás után pedig már egyáltalán nem lehetett azokat a növényvédőszereket használni, tehát az idei év sem lesz egyszerűbb. Sajnos a fák nem lehet előre megjósolni, hogy hány évig bírják ki ezeket az extra nehéz körülményeket. Tavaly az évszázados asszály tizedelte az ültetvényeket, de nem csak az időjárási körülmények okolhatóak azért, amiért évről évre kevesebb a termés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt 30 évben hetedére esett a barack termőterülete Magyarországon. Ez is érződik a hajdúszoboszlói piacon, akár csak a külföldi termékek jelenléte. És azért megnéztem, hogy ne olasz barack legyen, hanem magyar. Ez mind a kettő, az a sárga barack is és az őszi barack is. Tehát hazai árut vásárolunk hazai termelőtől. A piacokon jellemzően azok vásárolnak, akik vagy közvetlenül fogyasztják el a barackot, vagy elteszik lekvárnak, befőtnek. Kellendő lenne a sárga barack is, csak az meg kevés van. Keresik nagyon lekvárnak, csak sajnos kevés van. A minősége jó lenne, csak kéne több. A hazai barack szezonja alig néhány hét. Ennyi idő alatt kell helyt állni a magyar gyümölcsnek a Spanyolországból, Olaszországból érkező barackkal, ráadásul e két országban jóval tovább tart a szezon, így állandósult a magyar piacokon is a külföldi termés. Én nagyon preferálom a hazai termékeket, próbálok inkább hazai termelőktől vásárolni és őket támogatni. Jobban preferálom a nektarint, mint az őszi barackot, és hát most is azt vettem. A nektarinként ismert fajta magyarországi termőterülete a kajszi vagy őszi barackhoz képest is elenyésző. Őszi barackból több van, mint nektarinból. Nektarinból főleg a külföldi barack érhető el, vagy külföldi nektarin. Őszi barack az van gyönyörű, szép, friss és magyar. Bár abból is vannak olyan kollégák, akik a külföldit hozzák, mert az olcsóbb. Nem olyan finom, nem olyan szép, de olcsóbb. És sok vevőnek igenis most már számít az ár. Tavaly még nem számított meg az erőt, most meg számít. A mai őszi barackok a hazai, az 1200 és 1500 forint körül vannak. Nyilván extrákba felmennek 1800, akár 2000 forintos kiló árig. És ami ugye mérettől függően vannak, illetve az is számít, hogy fehér húsú vagy sárga húsú maga az őszi barack. Nektarinból viszonylag kevés van, ami magyar, és kis szeműek vannak a magyarba. Kelemen Péter, a Fruit Web magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatója néhány napja úgy nyilatkozott, hogy a hazai kajszi és őszi barack termés idén az étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja kielégíteni. Ebben a hónapban hat vármegyében, Borsod-Abaújzemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében történik szónyoggyérítés 41 ezer hektáron. Stábunk Abátszalókon készített felvételeit láthatják az ottani gyérítésről. Összesen 176 településen lehet majd találkozni a földi permetezést végző járművekkel a késő esti éjszakai órákban. Az eddigi írtások megtették hatásukat, tehát jó ütemben történtek meg az írtások, bár az esős időjárás nem nagyon kedvezett annak, hogy kevesebb legyen a szúnyog, tehát elég megvan a lehetősége annak, hogy a szúnyog invázió jobb legyen, de úgy tűnik, hogy az eddigi írtások azért jó ütemben történtek meg, és így elviselhető volt. Viszont az utóbbi hetekben ismételten olyan esős idők következtek be, amelyek kedveztek annak, hogy a különböző tócsákban megmaradjanak a szúnyoglárvák, a víz és abban a kikelő szúnyoglárvák. A vendégek saját eszközeikkel szoktak védekezni általános módon. Mi a Abátszalókon igyekszünk erre is hangsúlyt fektetni, és hogyha programok vannak az esti órákban, mozi vagy kisebb előadások, filmnézés, akkor központi szúnyogriasztó egységeket helyeztünk el, amelyekkel az esetleges szúnyog inváziót tudjuk csökkenteni. Tavasz végén, nyár elején az ország nagy részén alakult ki komoly szúnyogártalom, amit a folyó kisebb áradása és a csapadékos időjárás okozott. Megkeseríti az ember életét, hogyha
Ennek a nyaralások az a lényeg, hogy az ember a szabadban legyen este is, valami grillezés vagy főzés vagy valami kapcsán, és akkor a szúnyogok biztos, hogy nagyon zavaróak. Ezért a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés áprilistól folyamatos volt, majd májusban megkezdődött a kifejlett szúnyogok gyérítése is. Jelenleg jó az idő, nagyon süt a nap, tehát most a szúnyogok igazából nem nagyon tapasztalható, hogy jelen lennének. Az elmúlt napokban meglehetősen sok volt a szúnyog egyébként, főleg a vihar előtt, amikor nagyon meleg és párás volt az időjárás. Most hál' Istennek egyébként ezzel nem találkozunk. Ha lenne is, egyébként védekezünk ellene, tehát kenjünk magunkat a szúnyogok ellen, sprézzük magunkat, különböző füstölőket használunk, tehát megpróbáljuk igazából kiküszöbölni ezt a problémát, de most jelenleg hál' Istennek nincsenek egyébként szúnyogok. A munkálatokat a napnyugta utáni időszakban végzik el, a lakosság részére javasolt intézkedések. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szállított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szúnyogírtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben a szúnyoglárvák ugyanis akár egy hét alatt is kifejlődnek. Stúdiónk vendége volt Horváth Tóth Éva karcagi írónő, akivel a nemrégiben megjelent újabb könyvéről beszélgettünk. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Stúdiónk mai vendége Horváth Tóth Éva, írónő, költőnő. Köszöntelek itt a stúdióban! Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Beszélgetésünk mai apropója az, hogy megjelent egy újabb köteted, a Magamba loplak. Ez egy újabb verses kötet, mert jelentek már meg verses köteteid. Összesen 4 kiadványod van, köteted, ami eddig megjelent. De még mielőtt a beszélgetést elkezdenénk, engedd meg, hogy idézzek tőled egy pár gondolatot. Az élet, a sors gépezett csupán, ahol fogaskerék minden ember? Ennyi volna a teremtett világ? Csikorgó körforgás, homokszemek és idomuló lélek kerekek. Ennél több kell legyen ez a szerkezet. Az embernek út kell és feladat, amivel megbízza őt az Isten. Szeretet kell, a szív nem masina, s nem téved el, akinek hite van. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember ilyen sok szép gondolatot kiadjon magából, és azt papírra is vesse, hit kell, elköteleződés, és szeretet. Igen. Hogyan fogalmazódott meg ez benned annak idején, hogy te ezeket a gondolatokat papírra veted? Illetve hogyan születnek ezek a gondolatok, versek? Igazából nem volt ennek ilyen mozgatója, hogy ezek ilyen célirányosan megjelenő gondolatok. Nagyon sokszor, meg több helyen is elmondtam már, hogy a gyermekem Emma szívfejlődési rendellenességgel született, és ugye ez egy nehezebb, rögösebb út volt számunkra. És ebben az időszakban én ebben kapaszkodót találtam az írásban. Az már egy mellékes dolog szerintem, hogy ezek online is megjelentek, és egyre több helyen megjelentek, illetve egy idő után adta magát a helyzet, hogy ezeket a verseket kötetbe rendezzem, illetve megjelentessem. Ezek mind magánkiadásban készültek el. Az első kettő a Holnap magazin kiadónak köszönhetően, a második kettő pedig már a Kortárs Magyar Irodalomnál került lektorálásra, nyomtatásra. Nagyon furcsa, de ezek a gondolatok abszolút véletlenül jönnek, spontán jönnek, akár mosogatás közben, ezt mindig mondom, mert ott nagyon el tudok mélyedni, és bármikor, ha munkába megyek, ha sétálok, jön egy gondolat, és ezek megteremtődnek, aztán szépen mennek tovább, illetve tagja vagyok a Verslista társaságnak, és itt heti pályázatok vannak.
és a heti pályázatok nagyon sokfélék szoktak lenni, több műfajt is meg szoktak adni, hogy éppen vers legyen, akár azt is kikötik, hogy milyen rímelése legyen, szótagokat kötnek ki, ezzel egy kicsit megnehezítve az alkotók dolgát, illetve témákat adnak meg, és ez, amit felolvastál, ez is egy ilyen heti témára készült, meg is nyerte egyébként ezt a heti versenyt ott az alkotók között, és nagyon sok írásom így születik, viszont azt gondolom, hogy mivel nem vagyok mindig magamra bízva, hogy hogyan alkossak és mit, hanem néha azért vannak ilyen megszorítások, így elég sokféle témában és műfajban is tudok alkotni, kimerem próbálni magam. Van egy internetes felületed is, igen, egy ismert internetes oldalon, Szívdobbanás versek, igen, címmel, és engedd meg, hogy itt most puskázzak, mert ott különböző műfajokban láthatunk, igen, tőled írásokat, ilyen tanka, apeva, novellák, pundurka, vers, haiga, pásoros gondolatok, és dodaiton. Igen, ezek a hétköznapi olvasó számára ilyen ismeretlen műfajoknak tűnnek. Gondolom, hogy ennek megvannak a szabályai, hogy ezeket hogy kell megalkotni. Egy pár gondolatot erről tudnál mondani nekünk? Igen. 2019-ben találkoztam először a haikuval, mint műfajjal, ez egy japán verselési forma, és igazából ezzel kezdtem el próbálkozni. Igazából gyerekkoromban is írtam már mindenféle versettörténetet, főiskolán is írtam, de ezek ugye mindig a fiúk mélyén végezték, és 2019-ben a haiku volt az, ami elkezdett megmozgatni ilyen téren, a szabályos japán haiku, aztán ugye láttam a kortárs szerzőket, és megismerkedtem a magyarosabb haikuval is, ami nem annyira tartja a japán szabályokat, és a haiku után találkoztam az apevával, ami Szimeonov Todor nevéhez kötődik, és nagyjából azóta minden évben megjelenek az apevás válogatásában. Tegnap kaptam egy e-mailt, hogy megint bekerültek írásaim a kötetben álluk. Ennek is megvannak a maga műfaji kötöttségei, és ez a gondolatsűrítés az, ami egyébként nagyon jól megmozgatja az agyat, a szókincset, hogy találjunk olyan szót, hogy minél kevesebb szótaggal fejezzük ki a gondolatainkat. És megvallom őszintén, hogy nagyon sokszor előfordul velem is, hogy hosszabb írások elolvasására nincs esetleg időm a rohanó hétköznapokban, és biztosan az olvasók is így vannak vele, ezért jelentettem meg ezeket napközben, hogy aki esetleg nem ér rá egy hosszabb írást elolvasni, ezt a 3, 4 vagy 5 sort el tudja. A tanka is egy japán verselési forma egyébként, és a dodoicu is. A pundurkát Baranyai Attila, a kortárs magyar irodalom kiadó vezetője találta föl és szabadalmaztatta. Ez is hasonló az előző verselési formákhoz, rövid kis 4 soros, illetve van a Mütyürke, ami a legújabb, ez 2 soros írás, és igazából ebben is szeretek alkotni, ezek is megjelennek, és ezen az oldalon igyekszem változatos formában közölni az írásaimat, meg vannak a saját kis rovataim, a pársoros gondolatok azok általában megteremtődnek bennem, és ezeket vasárnaponként szoktam leközölni az én saját elgondolásaim az életről, vagy a körülöttünk lévő világról, a féle bölcseletek. Kívánok neked sok-sok alkotó erőt az elkövetkezendőkre. Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!